Hello. 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 Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és éppen tesztelem a csodás hangot, mert elméletben és gyakorlatban már jó. Aztán kiderül, hogy nem. Mert a gép megint elállította, és mondom, álmodom még mielőtt a felvételt elindítom. Mutasd a testedet. Wow. Apa kezdődik. El kell foglaljam a helyemet. De lehet, hogy... Várjatok! Igen, nem fésülködtem. Oké! Okay. Ez nem lesz jó. Nem kényelmes. Na, így már kicsit, hogy hátra vagyok dőlve, így már igen. Szóval, nem látom a gombokat! Gyerekek, olyan gombjaim vannak! Összepissilitek a testeteket. Na, figyeljetek! Én csináltam, úgyhogy mert még beleszólna, ez zenélget itt nekem, ez a jó madzag, de nem engedem meg neki. Na most remélem, nem húztam ki a billentyű. Jelen még él, még világít. Cica tappancsok. Akkor a space gomb, az kérlek aláson, az tele van fókuszálj kamera, fókusz, tele van virágokkal. És ott is cica tappancs. Felső gomb, az viszont tele van gyümölcsökkel. Juhu! Ja igen, a kontroll billentyűt. Fókuszálj! Az anyád nem akarja befókuszálni. Hát mindegy, ott benne egy virág van. Középen egy fehér virág. A print screen pedig kék színű billentyű, és van benne alul ilyen tengeri ilyen, mi az, homok? És akkor valahogy egy ilyen, igaz gyöngy van a közepén. Az be ezek befókuszálja. Jó van. Azt a kontroll billentyűvel meg mi lesz? Nem látszik. De mindegy, szabad szemmel viszont... Viszont jóságos. Na mindegy, csak azt akartam megmutatni, hogy ha akarjátok, és igény van esetleg rá, akkor meg tudom mutatni, hogy hogyan kell ilyeneket csinálni. Természetesen kell hozzá adapanyag. De az se vészes. AliExpressről meg főleg. Oho! De a lényeg az, hogy lehet ilyeneket egyszerűen, nagyszerűen és csodálatosan készíteni, és ha nem menne bele a mikrofon a számba, még teljesen jó lenne. Na! Viszont kezdjük el ezt a játékot. Folytassuk. Hú! Megmondom az őszintét, adok még egy esélyt ennek a játéknak, mert ugyanis az előző részben nem hatott meg. Tehát oké, parás, mert na, azért na. Na, jó van. Látszik így a torzomborz fejem. Jó, hát nem fésülködtünk, hát minek. Ja, igen. Szóval, mi van? Várj! Állj! Állj! Egyszer is, egyszer a játék kurva hangos. Kurva hangos. Ez az egyik. Kettő. Mindjárt letépődik a szívem. Fosok. Olyan szinten mérlek be. De most legalább ezeket a citatappancsokat fogom. És ez viszont tök jó. Na viszont... elmondom, hogy mire gondolok most. Itt tele van itt egyébként törött kulcsokkal, hogy mi már nagyon régóta ki akarunk menni ebből a házból. Mi volt ez? Ti hallottátok? De nem tudunk kimenni, mert egy csomó kulcsot már felhasználtunk, és akkor az amnéziába szenvedünk, köcsém. Tehát, hogy... Jó. És ez most miért libeg? Valakiten... limbót járt. De viszont azt kéne ki... Most nem tudom, mit kell amúgy csinálni, mert múltkor is leragadtam, hogy mit kell csinálni. Mert ezt a nyomorodékot nem le... Kurva anyád! Bocsánat. Nem beszélek csúnyán. A laksori kulcs. És azt nem találom, érted? Hát ki vagyok az élettől? Némán ki? Na.
Legalább, ha meghalok, az új billentyűzetemmel halok meg. Az új, hát te búj! Ah! Hogy kell kikapcsolni? Ne vedd be! Te most mit csinál ez a játék? Hogy kell kikapcsolni? Nem jó. Ideges leszek. Na jó, van, várjátok. Feleslegesen bevettem cuccokat a számba. Hú, de rosszul hangzott ez a mondat! Mérlegeljük át. Oké. Átmérlegeltem, nem hangzott jól. Oké, tehát. Nem nyílik, az se nyílik, semmi sem nyílik. Oké, ezt így kellett. Ó, oké, rájövök. Beragadt. Anyád is beragadhatna valakibe. Most akkor kifelé nyílik? Engem amúgy kiakaszt ez a lá... ez a... ez. Ki az Isten árul ilyet? Ki gyártja? Ki? Beragadt. Persze, hogy beragadt. Én nem tudom. Jaj! Megijedtem. Ezt mi lenne, ha magamra gyújtanám a házat? Megoldódna az egész. Valami jön, az bele fog ugrani az arcomba. Már megint. Nem. Tele vannak a kezeid. Ha! Meg jó, hogy tele van. Idegállapotban vagyok, Móni. Parázok a saját lépteimtől azért. Ez kemény. Na jó van. Szóval szépen komótosan meg kéne találni valamit. Ez a ház, ez letépi az agyamat. Komolyan mondom, olyanokat dehalucinálok. Elmondom, hogy mit elmentem az az ajtó mellett, azt halucinálgatok, hogy... meg ezek a ilyen véletlen ilyen hangok, meg ilyenek. Hogy valaki beránt az ajtón, testvérem, és kitépi az agyamat. De ez meg miért mozog? Most mondd már meg. Ez meg miért retkes a fal? Hogy én mennyire... Mennyire, de olyan... Ha már viszket a tenyerem, az ideges. Basz meg, később tudtad be az árnyék, ezt úgy megijedtem, mint a szar. Ez a játék nem nekem való. Ott olyan, mint az a Mari néni, hallod? Az is csak azért játszottam. Mert ti akarjátok, és ez is! Hát... felbasz! Ezt elmúltkor is elmondtam. Ez para! Hogy át tudsz menni a gyerekednek a szobájába. Tehát, hogy itt minden... Itt... Nem. Ezt nem tudom elfogadni konkrétan, ezt a tényt. Tehát tudja, hogy... Tud, ideges lettem volna a szüleimre azért. Tehát, hogy... Bejönnek itt... Mi szét van akkor? Milyen gyerekszoba ez, hogy szét van... Mr. Cat. Ez csodálatos. Valaki meg kint játszik ezzel a lámpával. Komolyan mondom. Hú, de be... Tojtam ettől a...
Az mi, ez milyen jó ma? Ahogy leültem. Oha! Hi! Ne lehet ülni! Hát én itt fogom megvárni a halált. Hát... Ne haragudj, de egy ilyen házba kéne laknom, hogy ilyen nyikorgások vannak. A fal úgy néz ki, mint a sortüzet kapott volna. Hát én nem tudom. Én ebbe a fürdőbe még egyszer nem megyek be, ott rohadjon meg. Mert rám baszódott a villany. Oké, de ide hogy kéne lemenni? Ott az az ajtó, azon nem tudok ott bemenni. Ott. Kéne egy nyomorék kulcs hozzá. Azt hol van az a nyomorék kulcs? Azt persze senki sem mondja el. Hogy amúgy a kulcs az... Hát inkább így rakjuk már vissza. De most miért? Hát rágyújtom! Mi mindent rá... Mi van? Nem éred el a fogantyút. Na, várjátok. Eltakarod ez a jófasz... szomba. Megnyugodtunk. Én megnyugodtam. Hát elmegy a picsbe. Hát de már hol nézek széjjel? Ha már... Annak a gyereknek ami baja van. Ah, viszont jó. Na, helyes. Mi van? Lapozás. Ki vannak tépve a lapok? Majd lapokat is kell keresgetni. Hát persze. Hát persze. Hát nem mondod. Hát azt látom. Mi az? Az órám. Ideje mozogni. Hagyjam. Megint telefon. Ki halt meg? Mi van? Szomszédok. Egy másodperc. Hát nem hagynak játszani. Nézd meg. Na, bocsánat. Ez a ház, basz meg. Ideg sokkolódást fogok kapni. Azt az ajtót kéne valahogy kinyitni. Amúgy tök jó ház. Érted? Nem tudom. Valamit nem vettem észre, vagy... Mi az Isten teve nyerge van? Azt a... Nem látszok a tükörben. Ez a múltkor is mondtam, ez már olyan, mint egy vámpír. Hát es... Ez... Mit? Mi? Dinamikus lehet... Ne kapcsolgass rám a villanyt! He? Na. Ne kapcsolgassad! Megyegesbe jövök!
átgyújtom a lámpást. A gyereknek miért kellettek ilyen... Ilyen. Hát én nem tudom, akárhányszor nézem át ezt a házat, ezeket a szobákat, ezeket a cuccokat. Konkrétan... Nem tudom. Na most a Budi véres vagy fostos? A kettő lehet ugyanaz. Na, hogy szedem a kis lábim? Pinty, pinty, pinty. Ha valaki mondja már meg valami támpontot, adjál már, te játék! Na hiába nézegetem ezeket a szekrényeket meg... Meg... Nem tudom. Lefekszek ide aludni. Ez meg van oldva. Azt játszok, azt megjelenne ott valami halad úgy be... de... Most tényleg rám baszta a szoba, az ajtót. Most tényleg. Most tényleg rám kurtad? Tényleg? Én megakadtam. Ezt be lehet hörpinteni a sört? Azt nekem senki sem mondta. Nem arra túl sok a sötétben. Ha nem látod, hogy a fényben vagyok, hát itt állok. Mellette. Most ide kéne rakni egy gyertyát. És megjutottam, most már ettől nekem jobb lett. Lepi, meg kell néznetem valamit. Amit kell csinálni. Mert nem tudom. Rohadjak meg. Fingom nincs. Tényleg nincs. Nem tudom, egyszerűen így nem értem. Tehát sok mindent megértek, de hogy ezt... Jót, ja. Valaminek magától kellett volna történnie, nem? És most... Mi mindig nem fejtette meg. Majdnem beszartam. Vagy lehet, hogy be is. Mi történt? Nem láttam, mi történt, csak azt, hogy majdnem betojtam. A zenétől már elég volt a zene. De mi mit érted? Hát mi történt? Nem értem. Jó. Adjatok egy pillanatot, mert ezt már csak fél órás szenvedés a semmire, úgyhogy itt most valamit csinálni kell. Elméletileg ezt kéne csinálni. Hazudtak! Az öngyújtó üres, nem szükséges megtartanod. Üres? De hát világít! Ja nem. Ha! Ha ha! Nem tudom kinyitni az ajtót. Ja? Másik irány. Ha engem átbaszt... vertek. Az volt! Ezt valaki szétrugdosta. Az anyja úristenit.
Hinny az anyját! Mert... Azt mondták, hogy be kell csukjam az ajtókat. Meg minden. A kislány szobájába. És akkor ott lehet itt dolgokat csinálni bent a szobába. Hazudtak nekem! Én ezt feladom, ezt a játékot. Vigyen el a görcs! Én ezt nem tudom. Hát én megőrülök. Esküszöm. Gyerekek, válasszunk egy másik játékot, mert ez felvitt az agytekervényeimbe egy elég erős intenzitást. Amit nem tudok kompenzálni. Erre szétrugdossa a szép kis dobozaimat. Komolyan mondom. Ezt nem bír magával. Nem tudom. Mert elméletileg, ott lekapcsoltam volna elméletileg a villanyt, vagy valami, meg a izét, meg becsukom a szoba, az ajtót. Akkor ez a nyomorék, valami. Oda lakott volna a falra egy ilyen papírt, hogy egy kislány rajzolta, meg ilyenek, és nem tudom, picit kattingatom. Mindegy, és akkor azért kopogni kellett volna a falon. Elméletileg. És akkor itt a másik szobában, itt szintén kopogott volna az a szerencsétlen. Baszd meg! Majdnem betojtam! Na az elő, a videóban is így volt, hogy nagyon-nagyon hangos volt. De nem kapcsolom, baszki. Égye. Ó, genyó. Na most mutasd meg magad. Steven Johnson, mutasd meg magad. Steven Johnson, baszd ki! Hát a falon még mindig nincsen ilyen izé, papír. De már kibaszta a villanyt. Akkor gyere. Nyíj ki. Nyíj már. Mach. Jaj! Jaj. A szívem! Jaj, ne bánts! Ne bánts! Begyógyszerezem magam! Ah! Rohadt gyerekszoba! A faszom! Bocsánat, a... Senki te bérnekem az a gyerek! Biztos nagyon szerették a szülei. Hát, ja, látom. Ideges vagyok, Móni! Szerintem erre a játékra felesleges több időt fecsérelnem. Nem csinál semmit ez a nyomorék. Lebaszta a villanyt. Hát, az nagy szám. Kezd aktívabb lenni. Ehe. Ehe. Akkor nyisd ki az ajtót, te nyomorék. Hát nem nyitja ki. Hát nem tudom. El is fogyott a izém. A világító lófigyfattyom. Hát... Hát... Szeps... Szeps...
Jó. Én úgy gondolom, hogy nekem elég volt ebből a játékból. Jelenleg. Ezt valaki mondja meg, hogy... Baszd meg. Most mi van? Ó, vissza kell menni a gyerek szobájába! Sötét van. Mert a nyomorék gyerek, öcsém. Szóval most már nem veszed használt. Látjátok? Lucy édesanyja. Ne, ne. Igen? Mi történt? Lucy édesanyja? A mi gyerekünk. Most temetik? Értem. Na, 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 na! Na! Vigyed be a gyógyszereidet, mert... Ti láttátok, mi volt? Ti láttátok? Ja, csak az ágy. Beszartam az ágytól. Vannak elszorva ilyen papírok. Hát ez csodálatos. Most kerestem kell, most halál komoly. Elment konkrétan 46 perc a semmire. Nagyon jó. Hello, csókolom! Szűz Mária itthon van? Mert beszélgetnék vele egy kicsit. Jó. Hát gyerekek. Én ezt így nem. Történt egy-két dolog, de hogy ez konkrétan... Hogy mit, hova, merre kéne, miért, hogyan... Mert nem akarok olyan... Nem akartam olyan videót csinálni, ahogy megnézem tudod előre, hogy mit kell csinálni, mert akkor, hú, mert akkor ilyen, akkor minden tudok, nagyon profi, hogy hol van, meg mit tudom. De még amit megnézek, az sem működik. Úgyhogy, nem tudom. Úgyhogy arra jutottam, hogy, hogy kb. Kárba veszett ez a 48 perc, amit én ráfordítottam erre a videóra. Hát én nem tudom, hogy kinek hogy tetszett ez a videó, de nekem megmondom az őszintén, nagyon nem tetszett ez a videó. A semmiről, amikor vannak olyan videósok, egy pár, amikor semmiről videóznak. Ez konkrétan a mai akció, ez a játékban most, a mai teljesítmény az volt, hogy a semmiről videóztam. A semmi, nem történt semmi. Annyi, hogy meg volt egy papírlap. Meg kibaszta a villanyt. Hát az már igen, apukám. Az már igen. Az már csodás. De azon kívül nem történt semmi. Mindegy. Jó. Én be is fejezem ezt a részt. Ha nektek tetszett, akkor örülök. Nekem egyáltalán nem. Úgyhogy... lehet az lesz, hogy megnézek egy-két dolgot. Megnézek nem egy teljes végigjátszást, csak valamit, hogy elinduljak az esemény forgatagába, hogy történjen már valami, mert megőrülök. Teljesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a ti
kitartásotokat, mert konkrétan ez engem nagyon most olyan szinten, és szerintem lehetett is hallani, hogy többször káronkodtam, mint ahogy szoktam káronkodni, mert nem igazán jellemző, hogy sűrűn kijönnek ezek a szavak, de most sikerült egy jó párszor, de akkor már bennem a kis agyamba motoszkált, hogy mi van már, történjen már valami, gyerünk. Mindegy. Én nagyon tényleg nagyon szépen köszönöm a kitartást, a bármit, a lájkot, a diszlájkot, a mindent, a kommenteket, a nem kommenteket. Az, hogy nem nézted végig, elkattintottál, vagy csak a végére kattintasz. Erre a szöveg, amit én most magyarázok, azt is mindent köszönöm. Én mindennek, ebben ezért a részt most mindent meg fogok érteni. Mindent. Úgyhogy pedig tök jól indult egyébként az eleje, de mindegy. Ennyi. Úgyhogy... Úgyhogy igazából nem tudok más mondani, köszönöm szépen, jön az intro, viszlát, vagy outro.